Ja. Mi történt az iskolában? Örülök, hogy hazamegyek. Elég volt a napból mára. Csak a kérdés. Uram, egek, mi történt az iskolában? Mindennapos ez a kérdés. Felelni kell, nincs mit tenni. Hogy ne essék félreértés, a válaszom rövid. Semmi. Záporoznak a kérdések, mert ez nem elég anyának. Nyoma sincs egyetértésnek, inkább kezdette csatának. Jaj, hogy doga volt matekból, tényleg csak elfelejtettem. De érződik a hangomból, hogy igenis emlékeztem. És hogy magyarból feleltem, de hát ezt elmondtam volna, csak hát néha elfelejtem, kezdtem szépen adagolva. És még festettünk madarat, a lapomra festék ömlött, itt behúzom a nyakamat, Pisti volt, aki meglökött. A szünetben csak vicceltünk, Jutka néni félreértett, azt hitte, hogy verekedtünk. Na jó, kicsit az orrom vérzett. Aztán jött a tesi óra. Isten, bizony nem én voltam. Én indultam vezényszóra, s Zsófikát előre toltam. Hogy az ellenőrző hol van? Fú, azt én most... Ó, már tudom, csak eddig azért nem mondtam. Mit is kéne most hazudnom? Közben megérkezik apa, és azonnal meg is kérdi, mi történt az iskolában? Anya legyint, tényleg semmi.